Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és ugyancsak nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet. Kedves nézők, megjegyezték, ugye a műsor címe Párosan szép, reklamálták, hogy igazi párokat is szeretnének látni a kedves nézők. Íme egy igazi pár, ha jól tudom, akkor most már 50 éve? Igen, bizony. Már megvolt az aranylakodalmunk. A csodában. És milyen volt az aranylakodalom? Hát hévizet töltöttük a tó közepén. És semmilyen nagy bulizás, meg nem, mert tűzijáték, meg ilyenek? Nem. Kérlek szépen, csendesen. Aztán később volt ennek egy ilyen utórezgése is, mert Ábrahám hegyen van egy kis vigyhillónk, és ott aztán a rokonsággal, meg a jó barátokkal azért elég szépen ünnepeltük a ünneplendőket. Mindig megkérdezték nejemet, hogy hogy bírt ki, hát én mondtam, ezen én is csodálkozom. Na most téged nem kell bemutatni, mert mindenki tudja, hogy te vagy Baranyi László. Most nem is kezdem elmondani, hogy mikből, hogyan, majd erről úgyis szó lesz. Viszont a kedves nejedet, aki egyébként jeles tánzzal énekes volt, nem tudom, hogy még mindig az-e. Nem, már 30 éven töltöttem. Vég Kata néven, ugye? Igen. Vég Kata néven. Beszélgettünk a névről, hogy megláttad őt, és véged lett, nem? Szóval egyszerűen. Így volt a kezdet, hogy megláttad, és véged. Kérlek szépen, engem eltávolítottak a főiskoláról, mert mindegy, járt a pofám. Na, de ez nem is ide tartozik. Bárki tudja, elmentem a Rózsahegyi Kálmán bácsinak, akkor mi még bácsiztuk a drága Kálmán bácsit, hogy ott nem egyszerűen mindent vállaltam volna. Hogy én színpadra kerültem. Hát gondold el, olyan szerencsém volt, hogy akkor voltam diák, amikor megindult a magyar film. Hát te az, hogy én ott ültem minden előadáson. Nem volt annyi pénzem, hogy komoly jegyet. A legelső sorokban így kellett nézni fölfele, és látni a Gózont, a Csortost, a Jávor Palit, a Muráti Lilit, a Vaszari Piri. Hát az óriak, Tolnai Klárika, fiatal volt, gyönyörű. És valahogy olyan késztetésem volt, hogy nekem ezt kell csinálni. Nagyon jó, Csongrádon jártam gimnáziumba. Mondod, hogy Csongrádra jártál gimnáziumba. Igen. De hova valósi vagy egyébként? Ős budapesti, na, budai. Igen, én is így tudtam. De a 9 kerületben születtem, azért vagyok fradista. Aha. Szóval azért kötődések vannak Pesthez is. Na, elég az hozzá, annyira féltettek, hogy egy kicsit fújt a szél, akkor már Lacikát beültöztették, mint egy eszkimót. Úgyhogy néztem a többiek fiatal korombeliek ott klotgatyába szaladgáltak, én meg be voltam sálazva, nem vigyem, mert sok apám azt mondta, álljunk meg. Intézet, ott... és milyen igaza volt. Édesapád mivel foglalkozott? Ő rendőrtiszt volt, és nagyszerű tanáraink voltak. Szent Imre gimnáziumnak, most Bacsányinak hívják, de világi gimnázium volt, hogy például a Miklós Róbert tanár úr, aki magyar-német szakos volt, mi úgy hordtuk a Toldit, Arany János Toldiát a hónunk alatt, mint a Bibliát. Hát annál gyönyörűbb. Hát az úgy lehetett mondani, és nem az volt, hogy sújt valaki, hogy kinek fele. Azt mondta, nem, te már 2 hétig nem is akarom látni, hogy fele, mert mindenki akarta mondani azt a veretes szöveget. És annyira meg, aztán később ő lett a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a megalapítója, ha jól tudom, de annyira megszerettette velünk az irodalmat és magát a verselést, hogy nagyon-nagyon háláson gondolok rá vissza. Na most amikor, bocsáss meg, amikor nézted ezeket a filmeket, akkor a te vágyaid között az szerepelt, hogy valamilyen komoly, drámai hős leszel, vagy pedig a vígjátéki szerepkör is eszedbe jutott? Nagyon rátapintottál a lényegre. Imádtam a két petest. Volt a hosszú petes, meg a kis petes. A,
azon kívül, hát ugye, hát ezt ne is mondjam, hogy a Latabárt, hát arra könnyesre nevettem magam. De a Petesék is mindig ilyen lökött szerepeket játszottak, persze, szóval ilyen, az, amikor ők ott voltak a vászon, az, akkor az nevetés volt. Nagyszerűek voltak, és nem beszélve arról, a Gózon Gyula bácsának olyan humora volt, az ízig, vérig, pesti humor, szóval, és azzal a kis huncutkás előadó stílusa nagyon-nagyon tetszett nekem. De amúgy, hát ugye a Jávor Pali volt a... Jaj. Hát ő volt a bombiványa a magyar filmművészetnek hosszízen keresztül. Szóval így kezdődött, na most visszatérünk, na és a kedves öcsém, ugye a Kálmán bácsi, az már akkor ilyen bölcsőleg ember volt, mondta maga. Ilyen hangja volt, ugye? Igen, de ez egy érdekes dolog, hogy ilyen színész dinasztiákat, meg generációkat tanított, jó színész volt, tehát láttam kitűnő. Egy-két filmben. Kitűnő. Ilyen nagyon karakter szerepekben, ha lehet ezt így mondani. És még ha akarnám definiálni, nálánál modern, ha most élne, nyugodtan tudna játszani. Kis ujjába volt. Tehát a hangja az nem volt akadály, ez a... Ó, az állatta. Ó, jó, mondhatok róla a történetet? Persze, úgy mondtam. Mindig óra előtt ilyen kis anekdottával kezd az, hogy Kálmán bácsi, tessék mondani nekünk valamit, hogy megyek a villamoson. Oda ül mellém egy fiatal ember, kérdezi tőlem, hogy tetszik lenni Kálmán bácsi. Mondom neki, szervusz, édes fia, ismersz te engem? Hát a Kálmán bácsit ne ismerni, mondja a fiatalember. Én megszólítom őt megint, hogy na aztán édesanyád hogy van? Mi meg megkérdő, hogy Kálmán bácsi ismert az édesanyját? De ismert a rosszabb, hát mindenkinek van édesanyja. Édesapja az már ott a már gáz van, de ki? Így beszélgetünk, elmegy előttünk egy másik fiatalember, oda köszön, csókolom Kálmán bácsi, számusz édes fiam, annak is hintettem, anyád jó van, az is bólogatott, jó van. Ez, aki mellettem ül, megkérdezi tőlem, hogy Kálmán bácsi, ne tessék haragudni, ez a fiatalember, aki itt elment, ezt tetszik ismerni? Hát hogy ismerni, mikor azt se tudom, te ki vagy. Úgyhogy így ráhangolt minket az órára, és mi nagyon jó korosztályba jártunk akkor, hogy csak a krémjét említsem, a Hofi Géza, Sas József, Mécs Károly, Stankai István, Zana, Koncz Gabi, Dávid Kis, hirtelen akik ugye, ugye eszembe jutottak. A Fodor Zsóka volt, többek közt Klára asszony is. Na most ő volt 17 éves. Jó, Kati. Hát nekem de ez Klára. Miért Klára asszony, és miért mert Kati? Én úgy ismertem meg, hogy Vég Klára Katalinő. Klára Kati. De ugye a plakátra jobb volt kiírni, hogy Vég Kati. A pályán meg Kati voltam, igen. Igen. Az úgy könnyebben lehetett megjegyezni, és meg kimondani. És te most így, hogy is mondjam, ezt az elveszett nevet, ezt visszahozod, és akkor négy szem közt klárizod őt, vagy klárázod? Csak Klári. Rika. Klárika vagyok, Rika. Ha jó Rika. Kislány vagyok. Ha rossz, akkor Klára. Aha. De különben... Na most akkor Klári. Hadd kérdezzem meg akkor. De bocsáss, meg csak befejezem a gondolatot. Ő volt 17 éves, én 28. Próbáltam én Serteper úgy körülötte, tudod, hogy körbe cserkésztem, és kértem, kólát iszol, bólogatott. Kikértem a mi két akkor már volt kóla? Volt, hogy igen? Volt, aha. Ilyen hamis kóla volt, aha. Valahonnan gyártott. De mi kihoztam, már sehol se volt, már ott a korabeli 20. Felkérték őt táncolni. Hát vagy a csodában. Igen. Úgyhogy aztán elszaladt 10 év életünkbe, hála Istennek, azt elengedtem volna, mindegy. Hát így hozta. Újra találkoztunk, és ahogy mondtad, hogy hogy is mondtad, de nagyon... Hogy véged lett azzal, hogy a Katival találkoztál. Két fiatal lélekkel beszélgetek, és ezért ne haragudjanak meg a kedves nézők, ugye, hogy tegeződünk, meg azért is, hogy hát egy kicsit bizalmaskodok, hogyha megengeditek. Hát csak de akkor a Katit hadd kérdezem arról, hogy
Ugye ez az első találkozás. Arra emlékszel, hogy egyáltalán ő ott volt, vagy... Igen, mert emlékszem. Ezek szerint emlékezned kellett, igen. És akkor milyen benyomásaid nagyon voltak? Érdekes. És miért nem vártad őt meg? Nagyon érdekes. Mert mesélj csak el. Az az igazság, hogy mi elszakadtunk, ugye a... Hát végeztünk a stúdióba, és hát mi ott nem nagyon. Uh-huh. Úgy nagyon ritkán, inkább színpadon láttam, de nem uh-huh. sokat beszélgettünk egymással. Na de nem tetszett, mint pasi, vagy hogy van? Vagy erről most nem beszélünk? Nem is gondoltam rá, aha. semmit téren, mert én mindig öreg csak a velem egykorúak. Hát majd öreg embernek tartottam. És, most van meg. Igen, és az az igazság, hogy én közben kimentem másfél évre külföldre énekelni, egy ilyen körútam volt, hogy Görögország, Ciprus, Líbia. Hát ami akkor ilyen csodának ami, számított. Igen, egy kör, igen. Másfél évig. Egy táncos párral voltunk, hárman, uh-huh. ilyen trió. Mert volt olyan számom, amikor táncoltam is, meg steppeltem is, mert a Utasi Gizihez jártam uh-huh. steppelni. És akkor a zenekar a, kísért, igen. ugye? Tehát zenekar a zenekar mindig helybéli. Tehát mindig azok betanulták a számot, tehát igen, nem volt mindig, ilyen, hogy igen, lemezről, nem, ilyen műsorok voltak. Igen, ez ilyen nemzetközi műsorok, uh-huh. hogy olaszok, franciák, uh-huh. spanyolok, szóval különböző országból, és együtt léptünk föl, és akkor nekik, ennek a táncos párnak emelős, ez férj és feleség volt, emelős száma volt, és akkor én velem meg a kómis számot csinálta, ilyen humoros számokat. Kata, Kati egy nagyon-nagyon vonzó nő volt, és a mai napig egy nagyon csinos vonzó. Köszönöm rő. Szépen. De hogy ő ott kín volt ezeken a körutakon, hogy ott, hát én gondolom, hogy férfiak garmada próbálkozott. Hát próbálkoztak ugye? Nagyon és akkor, sokan. Akkor ennek te hogy tudtál ellenállni, én, vagy hogy nem? Jó, hát udvarló volt, de én nem akartam, mert anyám az mindig tiltakozott, hogy ne menjél külföldre. Katika, igen, nem menj külföldre, meg nem menj korán férjhez. Úgyhogy nem is volt ilyen. Mondjál szándékom. Két olyan embert, aki a kérőd lett volna nagyon szívesen, aki nagyon hajtott. Hát például volt egy vőlegényem, ez a Szabadi Jóska, ez a Miskolci Színháznak volt a bonvivánja akkor, meg Egri uh-huh. Színháznak. És annak is nagyon érdekes volt, mert az állandóan, hát mi elszakadtunk, ő kiment külföldre énekelni, és mindig hívott ki Németországból, gyere ki, de én hát nem akartam nagyon kimenni, mert már úgy éreztem, hogy én már nem akarom vele a kapcsolatot. Uh-huh. Szóval nem akarok hozzá férjhez menni, mert akkor már úgy komoly volt a dolog, hogy hát kerüljünk össze. És hát, mit mondjak? Hát a lényeget elfelejtetted mondani. Mi? Hát amikor a Gyuláékkal beszéltetek, hogy ki ja, hova kerül. Na most, mikor kint voltunk, akkor egy érdekes helyzet volt, hogy beszélgettünk, hogy hát kiből mi lett, hogy lett a Hofi Géza, hova került, a Sas Józsi, a Mécs Karcsi, melyik őket színház. Őket fölvették aztán főiskolára. És akkor beszélt a Laciról is, hogy a Baranyi Laci. És érdekes, mikor mondta, hogy hát nős most a Baranyi Laci, valami primadonna a felesége, és úgy megdöbbentem, és úgy nem tetszett. De nem tudom miért. Mai napig nem tudom miért. Úgy szóval nem, azért ott motoszkáltam. Ott lehet, hogy lelkileg valami különleges érzelem volt iránta, de nem igazán tudtam azért erről. És amikor hazajöttem, hát ő akkor volt pont válófélbe, én meg pont akkor jöttem haza, amikor már el is vált, úgyhogy nagyon szerencsém volt, és akkor... De akkor érdekes, hogy találkoztatok össze? Na, érdekes találkozás volt, mert a Gera Zoli színész, én valamikor uh-huh. fiatal koromban Víg Színházban is szerepeltem, hát főleg táncos, a Lüzisztráti, még Rutkai Évával, meg akkor a Néma Levente, meg az volt ez a... akkor Apáca voltam. Sziránóban. Sziránóban, igen, Apáca. Szóval ilyen kisebb szerepeket, és főleg hát táncoltam, és ott volt egy másik barátnőm is, volt a Zsuzsi, a Bence Zsuzsi, aki együtt táncoltunk, és akkor elvette a Gera Zoli feleségül, és így megmaradt a barátság. És akkor jöttem haza, és telefonáltam a Zoliéknak. Bocsáss meg, hogy igen? Közbevágok. Annyira befutó voltam, hogy szinte fejfel mellett a Jóska akkor jött
haza Németországba. Igen, igen. Egy nappal lemaradt. Aha. Aki szintén próbálkozott volna. Igen, igen, igen. Én rögtön megkértem a kezét. Éppen az eljegyzésünk volt, amikor visszajött a Jósi. De hogy találkoztatok? Szervusz, szervusz, és gyere hozzám feleségül, hogy hogy nem, volt nem, na úgy volt Gera Zolinál, igen. Én a Zolival annak előtte együtt pantomimiztünk. Azt, hát az csoda volt. A Zoli olyan, én esküszöm neked, hogy a Marcel Marceau nagyszerű, és a László Bencsik volt tulajdonképpen a művészeti vezetőnk, és a zenei vezetőnk pedig a operaigazgató is volt, a Galambos Mihály. Erzsinek is a férje. Petrovics Emil. De nagyon jó, nagyon jó tormapista volt, még nagy kitűnő táncos volt különben, és remek, remek pantomim. A mostani irodalmi színpadon volt ami, és nem akarok nevesíteni, valaki azt mondta, hogy bazarásoknak nem csinálunk színházat. Na, de nem a Major Tamás. De. Nem. És ott a Zolival nagyon összebarátkoztunk. A Zolinak volt egy kis zűri a Víg Színházba, azt hiszem 8 hónapot ült, de úgy az egészet úgy viccnek vette, 56 után. 56 után. Igen. Már akkor puhult a rendszer, de azért erre odafigyeltek. Én arra nem akarok visszatérni, elég az hozzá, újságban megjelent, hogy a Zoli kijött a börtönből. Szóltam rögtön, a Berényi Gabi volt az igazgató, mondtam, Gábor, te a Zoli kijött, mert akkor nem helyezkedhetett el a Víg Színházba, nem mehetett vissza, nem mehetett vissza. Vidékre. Ő lecsapott rá rögtön. És olyan nagyszerű előadásokat csináltunk, hogy nagyon, és egy öltözőben voltunk. Közben a Komlós megcsinált, jött, ugye az évek mentek, megcsinált a Mikroszkópot, és ő első dolga volt, hogy tehát tisztában volt a Zolinak a tehetségével és használhatóságával egy politikai kabaréba, rögtön leszerződtette. Zoli felszerződik, azt mondja, Lacikám, ott a helyed, én megdumálom a Komlóssal, hogy téged is akkor fölhozunk. Mert a Komlós akkor úgy kezdte, hogy ha végignézted a szereposztást, 90%-ban Kossuth Díjasok voltak. Mm. Tehát beindította, nagyon érzéke volt hozzá, beindított, és a Zolit leszerződtette, és amikor elment, akkor te azt mondta nekem, hogy te okvetlen, hogyha Pestire jössz a nyári szünetbe, keressél föl, mert addigra már itt kialakultak a dolgok. Én fölkerestem, és itt megint a sorsszerűség. Kérlek szépen, egy régi iskolai, egymás mellett ültünk a gimnáziumba, Csongrádon. Egy világvagánya, 56-ba kispriccelt, Amerikától kezdve, amit el tudsz kérni, mindent végigjárta, és akkor éppen Párizsban volt is képkereskedő és restaurátor volt, ez volt a névjegyére írva. Hát megint a véletlen. Fölkereste anyámat, amikor én hazajöttem, ott hagyta a telefonszámát, hogy hol keressük. Mert mi nem volt telefonunk, nehezen lehetett akkor kapni telefont. És soha nem felejtem el, sokáig nézegettem azt a telefonfülkét, oda volt felírva Zolinak a telefonszáma, és Matyóka Lacinak hívták, és a Matyóka Laci telefonszám. Fölhívom, az volt fölül, a Matyóka volt felül, fölhívom, mással beszél. Na mondom, akkor a Zolit hívom. Jaj, de jó, hogy telefonál. Te olyan rizlingen van, hogy nem baj, mondom, akkor spriccelek oda, majd onnan felhívom én a Laci barátomat, aki itt van most Párizsból. Fölmentem a Zoliékhoz, nagyon szépen kvaterkáztunk, beszélgettünk, de akkor még olyan volt a helyzet, azt mondja, nem vagyok én annyira erős, hogy téged be tudnálak ajánlani. Picit még várjunk azzal. Kérlek szépen, de viszont most jön a Zsuzsának egy barátnője, Közel-Keleten volt, megért a görög forradalmat. Hát ugye az teljesen más volt, mint nálunk, 56. Akkor volt a királyt elzavarták, valami ilyesmi volt. Uh-huh. Olyan lövöldözés
egy secske volt, nem, nem nagy. Ötre mondta, hogy jön a hölgy. Anyósom már akkor megérezte előre, hogy ez az út végzetes. Ez komolyan. Mi visszatartotta a Katit? Igen. Az 5 órából fél hét lett. Nem. Én 3-szor akartam elmenni, közben Zoli azt mondta, ne haragudjatok, el kell mennem a rádióba, de csak egy kis szerepem van, egy fél órán belül megfordulok. Na most, de te tudtad azt, hogy ez a Kati az a Kati? Nem, fogalmam nem. Névileg nem is beszélgettünk róla, csak hogy a Kati, Kati. És kérlek szépen, na mondom, akkor a Zoli a rádióban volt, elfogyott a Riesling, hát Zsuzsikám, mondom, akkor a barátnődet nem várjuk, mert úgy látszik, nem jön, mert akkor én elballagok, mert úgyis Zuglóban lakik, a cím meg volt a Telepes utcában, mondom, oda pont rövid idő alatt, azt mondja, te nem mész sehova, mert nálam van egy üveg dugibor is. Jó, mondom, az más. Mennyi bor tudtál meginni? Hát akkor nagyon, nagyon szépen. Nagyon szépen. Érdekes módon a természetem bírta. Tehát olyan 2-2,5 liter gyorsító nélkül. Ha volt gyorsító, az más, ugye akkor... Mármint, hogy tömény. Hát hogyha, ugye... Na, közben megjött a Zoli. Katika hol van? Kati nincs. Fél hét, de még a borból tartott. Kinyílik az ajtó, hölgy belőd. Pedig akkor úgy jöttem ki ebből a házasságból, azt mondtam, nekem elegem van. Én soha többet nem létezik, nem. Ezt befejezem, ezt az oldalt. Itt házasság. Te, mintha álom vágtak volna. Komolyan mondom neked, ő az igazi. Leültünk egymás mellett, egész éjszakát végig dumáltuk, és reggel, amikor én még csak haza szaladtam, mert még eszemet tudtam, én mindig dolgoztam, hála Istennek. Egy ilyen hakni sorozatunk volt, vissza kellett, hogy menjek Szolnokra. A Nyugatiból fölhívtam még a Zsuzsát, mert akkor még nem volt meg a telefonja a hölgynek. Mondom, mondd meg a barátnődnek, hogy augusztusban, ez július körül volt, július augusztus elején. Augusztus volt az már. Klára nap után volt meg, Zsuzsa nap után. Igen? Augusztus vége fele. Igen. Ja, augusztus vége fele. No, elveszem feleségül, és én közben beszéltem a barátommal telefonon, Párizsba megyünk Nászútra. Hát azt mondja, én megmondom, de azért mennyit ittál, mondom, még nem ittam semmit, de nem sokára fogok inni egy üveg gyógysört. Úgyhogy így indult a dolog, és most te mondd, hogy el kellett nekik menni. Ugye, hát azt, hogy amikor ezt megkaptad, ezt az üzenetet, akkor mit szóltál ehhez? Kinevetett. Hát én kinevettem, mert tulajdonképpen mondom, mikor? Mert én most jöttem haza, másfél évig távol voltam, örültem, hogy haza keveredtem. Hát az emberben csak van egy kis honvágy, meg a szülők iránti szeretet, minden, és... Hát miért menjen Párizs? Na, és nagy dolog, hogy most Párizsba visz Nászútra. Meg hát én egyáltalán hát nem is ismerem annyira. Hát jó, látjuk egymást, láttuk a színiskolába, de hát ez nem olyan érzelem még, hogy csak hozzámenjek valakihez feleségül. És hát... Mit mondjak erre? Hogy... Hát én meg aztán a levelekbe indultak. Elindultak a levelek, és akkor nemrég találtam jött egy nagy ratata. Igen, és mennyi ideig tartott ez a küzdelem, Lassi bátyám? Kérlek szépen, mi olyan karácsonyig. Október... Na várjál, október elején jöttünk fel, ön is lehet gyilkos, egy bűbájos olasz vígjátékot. Én voltam benne a Megré felügyelő, és jó figurát csináltam. Benne úgy érzem, és akkor meghívtam Katika szüleit, meg az én édesanyámat, apám akkor nagyon beteges volt szegénykép, hogy összeismertetni őket. Erzsébeten voltunk, soha nem felejtem el, és hogy hát lássanak színpadon is. Hát nagy siker volt minden, és utána elmentünk a Pilvaxba. Onnan mesélte? Pilvax, és akkor még a Vécsei zongorázott ott, és olyan jó hangulata volt, hát szépen
számokat játszott, és hogy beszélgettünk, táncoltunk, és akkor éreztem először, hogy én érzek iránta valamit. Akkor jött ez az érzelmi világ nálam. És akkor eljött rövidesen a karácsony, és mondta, hogy karácsonykor szeretne engem eljegyezni. És akkor már beleegyeztem. Hát mondom, hát tényleg, és mondtam anyámnak, hogy szeretnék férjhez menni. Hát nem, na, ez hogy volt? Mondd el a jósnőt. A jósnőt, hát. Volt, hát ez nagyon régi dolog. Édesanyám ilyen távolba látóhoz járt, jósoltatni, mert hát voltak a nehéz idők, és ilyen cukorka üzeme volt anyukámnak, de abban az időben voltak a nagy államosítások. Uh-huh. Mindenkitől mindent elvettek, és hát ezért találta ki, hogy ő elmegy, és majd mondták, hogy van egy nagyon jó távolba látó, ez egy remekül tud mindent megmondani. Hát elment. De hát engem azért nem vitt el, mert csak 10 éves voltam. Mi otthon vártuk, hogy mi van, hogy van, mit mondtak a mamának, mi fog történni. És akkor mesélte anyám, hogy mondta, hogy lát engem, de nem túl korán megyek férjhez, majdnem 30 éves leszek, a férjemet egy nagy terembe látja, és a névsor 3 első betűjéből lesz a neve. És hogy sokat öltözök. És olyan sok ruhába látta, szóval nem egyben, sok ruha. Tehát fogalmam se volt, hogy ki lehet az. És mindig, mikor udvaroltak nekem, akkor figyeltem a névsoráról elsőbe, hát én mindig a keresztnevekre gondoltam. Aztán hát kiderült, hogy Baranyi név az érdekes. És a bátya, van egy testvére, egy bátyám, azt mondja, az pedig szájba fog dolgozni. És akkor az én bátyám mindig állatorvos akart lenni, vagy sebész, de inkább állatorvos. És az élet úgy hozta, hogy fogorvos lett. Úgyhogy tiszta véletlenül. Csak hogy így megmondta ez a távolba látó nekünk, hogy mit fog történni vele. Ezek szerint mindent tudott előre ez a távolba látó, ez a jós. Nem menekült. De hát ez egészen elképesztő. Igen. És de azért, mert 10 éves hogy nem menekült, és 30. És akkor ez na bekattant de neked, hogy akkor igen, a BA, igen. És hogy akkor igen, ő a BA. Igen, a névsárom, de hát mondom, nem Andris, nem Béla, nem István, nem tudom. A László, hát mondom, és akkor bekattant, igen, hogy a Baranyi név. De anyósom megérezte. Mert volt a Szokolai Ottóval, meg Kaposváron voltam együtt, és nagyon jó szegénykém, ő is ugye már nincs köztünk. Tartottuk a kapcsolatot, és mindig följöttem, akkor találkoztunk is. Jó nagy dumálák, megnéztem nemzetibe előadásait is, és egy kis baráti társaságot összehozott, és oda hivatalos volt a Katika. Maradjunk a Katikánál, ott is nem jön. Na, akkor úgy zrikáltak, na hol van az a mennyasszony? Hát na úgy, nagyon már. Anyám a soha nem engedett. Nem engedt el. Én meg akkor begorombultam, be a taxiba, elbúcsúztam tőlük, szevasztok, mondom, megyek lánykére, jó duma, be a taxiba, bejelentés nélkül megérkeztem. A Nagy Lajos király útja 185-be, becsöngettem, bementem, apósom nyitott ajtót, ugye ismert már a színpad révén, és mondta, Mihály bátyám, én most megkérem a kedves lányot. Tehát édes fiam, gyere be, mindig volt dugi pálinkája, ígyunk egy kortyot. Borzalmas pálinkái voltak, hogy de ez egy próbatétel lehetett akkor, hogy akkor most, hogy ezt kiállja, akkor lehet, de dicsérni kellett. Ugye finom. Iszonyú erős volt, de ilyen, tudod, hogy ő, hogy ki. Házi pálinka. Na de már elnézést, hogy ezt is megkérdezem, de nem rúgtál be ettől a pálinkától? Nem. Tehát annyira tartottam is. Csak egy pohárral ívad belőle. Akkor kijött a Klára mama, és én megmondtam, hogy el akarom venni feleségül, de akkor már mondtam, megyünk Párizsba, de az a végállomás. Nem, ott kezdünk. Utána megyünk Svájc, utána megyünk
Nyugat-Németországba egy másik barátom, hogy és Svájcba megyünk, az lesz a végállomás, oda megint egy volt osztálytársam volt. Olyan mazlista voltam minden. Egy hónapot voltunk Nászúton. Több mint egy hónap. Jó, több, 68-ban több mint egy hónapot voltunk. Na most, Kati Dága, én arra nagyon szeretnélek kérni, hogy meséld el nekünk, mert ugye itt a történetet magát, azt most már elég jól, tehát legalábbis az elejét, azt elég jól ismerjük, de azt, hogy milyen pasas volt ez a Laci. Társaságban nagyon középpont volt, mert nagyon jó humora volt, és hát mindig rengeteg vicceket mesélt az embereknek, és hozzám meg nagyon-nagyon udvarias, kedves volt, figyelmes volt, és akkor azt tetszett nekem, hogy mikor küldte mindig a leveleket, és akkor én meg összegyűjtöttem, és egy kis masnival ekkor ennyi levél volt. Tehát abban ő nem tehát hülyeskedett, nagyon, tehát ő egy gentleman volt, tehát vette, ő egy abszolút. Ő komolyan abszolút. Vette, és mondta, hogy hát az ő édesapja is úgy tiszteli az édesanyját, hogy úgy nevezte mindig, hogy fehér galamb. És nekem ez annyira tetszett, hogy ez micsoda, milyen rendes ember, hát egy jó környezetbe születhetett, ha ki ilyen rendes, figyelmes. Nem tudom. Na, és kérdezik. Akkor mondd el a... Na? Tehát az nagyon érdekes dolog volt az összecsiszolódás. Az, hogy reggel fölkelünk, éljük az életünket, igen. Lefekszünk, alvás, megint fölkelünk. De akkor, ugye bocsánat, akkor a Kati még praktizált, mint táncdalénekes, amit ott elvetett feleségül, ezt tegyük hozzá, igen, tudom. Még, azért mondom, hogy tehát, hogy itten két művésznek kellett egyezkednie. Igen. Ő, hogy lejött Szolnokra, rögtön a Árkád nevű ilyen éjszakai... Már rögtön volt szerződésem, végig bárba, dolgoztam. Rögtön. És milyen ruhában voltál egyébként? Ilyen fürdőruhaszerűségben, flitteresben, vagy Ilyen estélyi ruhákban, mindig földigérő, fölslitzelt, ilyen flitteres ruhákban általában. Tehát csak úgy kikilógott a lábad, akkor nem is volt ilyen mini szoknya, meg ilyesmi. Még akkor nem annyira volt ez a divat, ez a mini, hanem inkább ilyen hosszú estélyi ruhákban, de szép, elegáns ruhák. És akkor konty volt a divat, mindenki ilyen póthajakkal, gyönyörű nagy kontyok. Úgyhogy jó, olyan kellemes volt. És... Hát rengeteg kultúrotthonba léptünk föl, rengeteg műsor lehetőség volt abban az időben. És ott, amikor két ilyen elfogalt művész, ezt a szót használom én is, hogy haknizott. Igen. Tehát nem csak a főállásában, hanem egy csomó ilyen külön munkával, hogyha úgy tetszik, bár ez mondjuk a haknilán sokkal rosszabbul hangzik ez, hogy külön munka. Akkor ti hogy tudtatok tervezni, meg egyáltalán hogy tudtatok közös programokat csinálni, hát, hiszen teljesen más szférában mozogtatok. Hát óriási repertoárja volt hát a Klárikát, az összes nagy angol, francia, nagy olasz számokat énekelt. És volt a kedvenc dalaid? Hogy ne kérdezzek ilyet? Ez egy elég már olyan régen kérdés, volt, de, hogy ezt már elfelejtettem. De mondjál egyet, amit nagyon szerettél. Hát nem kell most elénekelni. A Piafnak a dalait is. Igen, abból aztán csináltunk később egy önálló estét. Igen, volt ilyen Párizs. És te beleszóltál az ő, vagy tanácsokat adtál a Kati működésével? Hát akkor a repertoárja volt, hogy... Nem, nagyon. Volt. És a Louis Armstrong számait, azokat is nagyon jó. De még visszatérjek, kérlek szépen, anyusommal később nem volt a legjobb kapcsolatunk. Mert ő volt már neked. Imádott, csak mindig féltékeny volt. Mert mindig varta a ruhákat, meg jöttek a zenekarok, ott próbáltak, és neki ez annyira tetszett, és azt érezte, hogy most ez megszakad, ugye, közöttünk, hogy bár az volt az igazság, hogy ott maradtam náluk, mert a Lacinak a fellépései eleinte ugye vidéken voltak, de én minden héten utaztam hozzá, és akkor rá két évre meg már jött a Zsuzsika, a kisbaba. És akkor anyám még ott maradtak, és ott nevelték Pesten a gyereket, én meg ilyen jöttem-mentem utazásba. De hogy minden rosszban van valami jó, meg volt karácsonykor az eljegyzés, ja, és hát nem igen. engedte le, hogy bemutassam Szolnokon. És amikor levittem a Klárikát, akkor robbant a bomba,
hogy és mikor, hogy, mit, de bemutattam a társaságnak, mondtam, hogy minden kollégának légy szíves, borulj a nyakába. Ugrott ő is a nyakába, bele, a pilóta ház is ott volt, nem messze a színháztól, a pilóta, gratulálok, Laci, akkor egy meghívlak titeket egy körre, hát elég győztük a körözést ottan. És a véletlen úgy hozta, hogy a Nikónak hívták, ő a színész bejáróból jött, följáróból jött ki, mi meg a Tisza szállóból, szembe van a két bejárat, és na mondom, de jó alkalom, ismerjétek meg egymást, és az út közepén a Klárika nem ismerte meg, mert fényképpen egész másképpen hát igen, nézett ki. És akkor ő a nyakába borult? Nyakába borult. Ha tudtam volna, biztos zavarba lettem volna. Ilyen, és utána együtt jártunk fellépni, nem volt semmi baj. Ugye te voltál a Família Kft. Nagypapája, és hála most a napokban elment a... Most nem is tudom, hogy Tamás. A fiad vagy a vejed volt a Tamás? Vejem volt. Vejed volt. Tehát, hogy az Ádám Tamás, ugye, aki Nagy Sándor Tamásként kezdte a pályafutását, elment. Ezt akkor te hallottad, ezt a hírt, ugye? Nagyon. Annyira megdöbbentem, mert körülbelül 2 vagy 3 héttel ezelőtt voltunk, most már nem tudom melyik műsorban volt a RTL vagy TV2-n ez a kóstolós. Zsűritagok voltunk, és ott zsűriztik az édesok, vagy 20-an összejöttünk. Egyszerűen nem akartam, annyira előttem van, mintha most itt bejönne, nem csodálkoznék. És utána hallom a hírt. De ugyanígy voltam a Fricivel, a Hollosi Fricivel. Hát emlékszel ott kint Újpalotán? Emlékszel? Igen, hogy felvettünk egy közös műsort, igen, a Víg Kalmár értelemben. Víg Kalmár, igen. Úgyhogy, és azért nem győzök neked hálával, tartozom, míg élek, hogy olyan az Európa újságban, olyan gyönyörű cikket közölté, írtál róluk. Már nem is emlékszem. A képes Európa, dehogy a nem. A képes dehogy Európa, nem, bocsánat. Dehogy nem emlékszem. Köszönöm hát igen, most lehet, most mondták, hogy ilyen könyvpályázatok meg egyebek vannak, és valaki, egy kollégám, aki ismeri ezeket a dolgokat, mondta, hogy hát miért nem rakom össze, mert egyet már összeraktam, de mondjuk azt hiszem, hogy az nincs benne, és pedig érdemes lenni, mert az már később volt, mint a könyv slussza volt. Ez is érdekes, hogy ez benned így megmaradt, pedig hát egy olyan ember vagy, akit a sajtó nagyon szívesen a szárnyai alá vesz, vagy olyan ember vagy, akiről a sajtó nagyon szívesen beszél. Annyira jól esett nekem az, olyan annyira megmaradt bennem, és a Fricit nagyon szerettem, és hogy éppen vele hoztál össze. Szeretném, hogyha egy kicsit vidámabbak lennénk. Az, hogy a Laci jó feje a társaságban, az egyértelmű, az szerintem az hamar kiderült mindenki. Igen. Zárójelben itt most a műsor felvétel előtt egy kicsit rossz néven vettem, hogy itt stand-up volt, és akkor itt nevetett mindenki, mondom, mert Laci bátyám, itt elmeséled most ezeket a sztorikat, és akkor mi lesz? Azt majd légy szíves, meséld el itt nekünk is a kamera előtt. De hát arra, hogy milyen férj, arra azért nagyon kíváncsi vagyok. Tehát ugye itt kell bevásárolni, takarítani, egy háztartásban főzni, gondoskodni kell arról, hogy a gazdasága a családnak jól működjön. Hát ha volt ideje, akkor ő például nagyon szeretett főzni. De inkább ilyen jó magyaros dolgokat volt. De hát ez mondjuk ritkán. Ugye rendszeresen általában én főztem. Na, meséld el az első pörköltet. Na, a legelső, még, hát az az igazság, hogy nem nagyon tudtam főzni, mikor összekerültünk. Hát ugye hát mindig valahogy, a kiszolgálás volt, igen, a étlapról. Ha fölléptem, mindig ott a gyönyörű szállodákba, ott tudtam étkezni. Hát úgy nem nagyon értettem a háztartáshoz. És az első főzés, hát Laci elment próbára, én meg otthon maradtam, és hát elkezdtem nézni a könyvet, hogy hogyan kell most megcsinálni egy sültet, vagy valamit. És hát bizony
nagyon odaégett, és féltem, mi lesz, pörkölt lesz volt a végén, és nagyon megijedtem, hogy mi lesz itt ebből, hogy hazajön, és hát kiderül, hogy itt elégettem, és nagyon ugye féltem, voltam keseredve, hogy megyek, mi lesz. Haza zokok, mondom, mi van, ki igen, nyitva ki minden, igen. Hogy a oda pörkölt, oda égett a pörkölt. Mondom, az a jó. Hát én 4 évig voltam katona. Úgyhogy akár mi a rosszul hát sikerült. Hát etted? Hajjaj, de még hogyan? És tényleg hát szereted az olaj pörkölt? Hát gondold el, hogy a honvédségnél milyen volt. Igen. Hát azért nem annyira volt éget. Hát nem volt annyira éget, de hát az a kis tihje megvan. És akkor az ő nyakába is beleborultál, mint a volt feleségének a nyakába. Igen. Szóval nem csinált ilyenből ügyet, és tényleg mindig így átsegített, mert tudta, hogy nem vagyok egy nagy háztartási. Ami stúdión kívül elhangzott már, azt azért meséljétek el azt a pofonos történetet, ja. Mert itt annyi jót mondtok egymásról, de hát az, hogy itt a igen. Kati egy jó nagy pofont adott neked hát egyszer, hogy ez hogy volt ez a történet? Egyszer kapott tőlem pofont életemben, én soha. De az komoly volt, engem ugye? Soha. Igen, az nagyon komoly volt, mert a Szolnokon voltunk a büfébe, hát a színész büfébe, és jött a Lacinak 2 kollégája, a barátja, és azok egymás közt ott elkezdtek. A Lúja volt ott, a festőművész, ja, a festőművész aki titokban bele volt zuhanva, de én engem... Jó, hát nem tudtam, nem árult el különben. Szerencsére nem vagyok féltékeny típus. Igen. De nem is árult el ilyesmi. És mindig bejött, akkor... Történetesen a feleségével volt ott, és a színpadmesterünk az pedig színész akart lenni, és úgy be is ugrott. Valamit összekaptak, ők egymással van. Hogy Miskolcon a 32-es járt, a nem tudom hova, vagy a 28-as. Igen, valami egész butaság. De tudod, amikor van. Már igen. Van, igen. És a egyik lögdöst, a másik az visszalögte, igen. Akkor ennek följebb szúszott, akkor az már... Úgyhogy már... Tehát elkezdtek verekedni tulajdonképpen. Hát magyarul verekedni. Magyarul igen. Igen. Laci de hát közéjük lépett. Most én közéjük ugrottam, igen. Hát mind a kettő hogy jó barátom volt. Hogy ne bántsák egymást, aha. Igen, igen. És így átkaroltam a színpadmestert, és ő ezzel a lendülettel, ugye, hogy lefogtam a kezét, kivágta magát onnan. Aha. Igen. És azt mondta, mit szórakozol te itt közben szegény Lujának a jó kemény kötősű. Hát azért csak festőművész volt, ugye? És ma itt folyt neki a vér kín is. Úgy sajnáltam azt is, ezt is. És úgy kidönt, ha mondom, azért ne erősködjél te itten. Ne erősködj. És zakol már le, és akkor beálltam. Box pozíció. Igen, box pozíció. Én meg úgy megijedtem, hogy mi lesz ebből. És mentem, tudod, ugye, hogy legyen ütőtávolság, aha. Én kiléptem. Na, de akkor most a Kati folytassa, hogy úgy megijedtél, hogy hadd mondja el. Hogy közéjük én... léptem, és mai napig nem tudom, de én egy akkora pofont lekedtem. Akkorát kell. A Lacinak. A Lacinak. Akkora pofont lekedtem, hogy mit képzelsz, Lacika, hogy meredte csinálni? Hát botrányt rendezel itt. Tudod, úgy jó lett. Igen, az a... Nem csak kapott, így, hanem... Nagyot. Az komoly tud lenni. Igen, jó piros lett az arca. Hát olyan, mintha 50 kilóval igen, így igen. Oda kalapál. Kérlek na hát ez kellett, a színészek ezen olyan jót nevettek. A fővilágosítóknak sírt a nevetés. Sírt, azt mondta, még. És 1 éves házasok voltunk még, akkor mi is hát gondoltad házasság. Volna, hogy ilyenre igen. Képes a rend érdekében? És azóta hát, soha nem kapott ki. Soha. Ez és az kérlek szépen, én valahogy azért olyan nagyon nem emlékeztem rá, hogy azt tudom, hogy kettőjük közé mentem, meg volt ott egy kis igen. Lögdösödés. De szétszette őket, tényleg. Ahogy kihozadod. Vége volt a bulinak. De több pofon nem volt a család történetében, nem, ugye? Nem, soha. Úgy igazgatta másnap az állkapcsomat, hogy minek mentem én neki, hogy
Na most Laci bátyám annyit mesélt már az újságokban, műsorokban, tévében, rádióban a Família Kft-ről, hogy én most őt nem kérdezem erről, itt most megemlékeztünk az Ádám Tamásról, de viszont téged, Kati drága, kérdezlek arról, hogy akkor, amikor ez a Família Kft volt, ugye, hát a abszolút a népszerűség csúcsán, szóval neked ez hogy tetszett, szóval nem bosszankodtál, hogy soha nincs otthon, vagy tehát hogy élted meg ezt a familiás időszakot? Hát tulajdonképpen valahol örültem is neki, hogy sikerült neki ez a sorozat, és dicsőséggel, hogy nekem most a férjemet körül rajongják. Hát mentünk le a Balatonra, és akkor szaladtak utána egy egész lányiskola. Rohantak a vízbe utána, hogy vagy pedig az állomáson is volt, hogy ilyen szaladtak utána. Úgyhogy tulajdonképpen engem nem zavart, örültem neki. Most ünnepeltétek az 50. házasság évfordulót. Ugyanolyan törődő, ugyanolyan kedves, gálás férjed marad? Most is újra hozzámennék. Mi is elcsodálkoztunk, már 50 éve együtt vagyunk. Szóval annyira tényleg elszaladt az egész élet. Aztán jött a Zsuzsika, és akkor a Zsuzsika. A kislányotok, és akinek már van egy kislánya, ugye kislánya, a Kamilla, aki 14 éves most már. Nagyon szerette volna, Laci, a színésztő lesz, de ő most valahogy... Gyönyörűen szavar. 14 éves? Hát akkor még azért van ideje eldönteni, igen, azért még ne légy szigorú igen, hozzá. Igen, de nem akar, mert ő most kitalálta. Hány éves volt? 6 éves volt, amikor először tévébe bevitte. Ja, igen, már szabad. De ha már erről beszélünk, és sok sikert a Kamillának, és azért fogjuk figyelni, és drukkolunk neki, azért azt hadd áruljuk el, ugye, hogy a tánzzal énekesnő nagysága nejed, ugye most nemrég egy kerek évfordulót ünnepelt, ugye ezt megmondhatjuk, hogy mennyi, mindenki azt hiszi, hogy 60. Igen. Akkor maradjunk ebben, szóval nem mondjuk el. De nyugodtan, én erre büszke vagyok. Hát akkor légy szíves, te mondd el, hogy hanyadik volt ez a kerek évforduló. Mert 80. volt már, 80. Na, hát nagyon sok szeretettel gratulálunk. Én elmondom, hogy 80 éves vagyok már, 80. És még egy 80-as minimum kívánunk. És hát Laci bátyám, te jössz itten az őszinte vallomásokkal, hogy te most hanyadik születésnapodat? 91. van mögöttem, most már taposom a 92-t, és megmondom neked őszintén, hogy nem akarok a múltba visszamenni. Elmúlt. De ami nekem rossz volt az életemben, most csak a 90-esre térnék vissza. Én, mert a József Attilába színházban is játszok egy nagyszerű, fiatal, remek társulat, úgyhogy mindenkinek javasolnám, nem a reklám helye, de reklámozzuk, igen. Nagyon jó. Egyetértek, igen. Nagyon jó társulat van együtt. Olyan tisztelettel vesznek körül a Nemcsák Károly igazgató úr. De most a 90-et azt ott ünnepelték meg, ott, ugye? Tehát ottan de nem árulták el. Nem is tudtam. Olyan ügyesen megszerhető társulati ülés vége, illetve gyűltünk össze, jutalomosztás, minden csoda, szó nem volt arról, egyszer csak lement a fény, és a szerepeimből vetítettek, és ott jelentette be a Károly, hogy hát akkor a Laci bácsit köszöntsük föl már 90. születésnapján. Te olyan zavarba jöttem, hogy az nem igaz. Alig tudtam a széksorokba kibotorkálni, fölmentem a színpadra, hát mondjál valamit, hát ilyenkor nagyon nehéz mondani valamit, de ez volt a csúcsa. Na de ott vagyok a Sasi Józsival csináltuk a pesti kabarét a Fészekklubba. És ott ugyanígy a Józsi ezt megcsinál. Ott pedig a közönség felállva nyílt színen vastapssal búcsúzott tőlük, és ott jegyezte meg a Beregi Peti, azt mondja, és köszönt téged, és hogy végignézett, és itt 360 év van, kérem. Na most a
kinti stand-upodban említetted, ugye, hogy ez a 90-hez 90 ezer forint jár, igen. És aztán majd a 100-hoz 100 ezer forint, annyit ad az állam, ugye, szülinapi köszöntés, a 110-hez 110, igen. Ugye, és a 120-hoz meg 120 ezer forint. Én azt kívánom mind a kettőtöknek, hogy ezt a 120 ezer forintos születésnapi állami jutalmat, ezt kapjátok majd meg, vagy nem is tudom, hogy hogy mivel ajándékot inkább. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek engem, hogy megtiszteltétek a műsoromat, és hát további hosszú, boldog házas életet, ugye, az 50. után nagy figyelemmel és szeretettel kísérem továbbra is a sorsotokat. És nincs más hátra, de hogyha valamit akarsz mondani, Laci bátyám, mondjad, mert látom rajtad. Még csak annyit, hogy ez egy csepp abból a nagy tengerből, abból a 64 évből, amit én Jóisten segedelmével színpadon tölthettem, úgyhogy én most itt neked farsang idején fölajánlok egy másik oldalát a színpadnak, ami csak arról szól, amin az az érzésem, hogy a kedves nézők is nagyon sokat fognak nevetni, ha meghívsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg fogom tenni, akkor ezt ilyen farsang körül ezt abszolváljuk, ezt megtesszük, és még egyszer akkor köszönöm szépen, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Azt kívánom, hogy ezt a párt továbbra is ilyen nagy szeretettel fogadják mindenütt. Ez volt ma a Párosan szép. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!